Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Kampány. Magyarország egyetlen apa-lánya DJ párosa is csatlakozott a Szentendrei Rendőrkapitányság akciójához. Felhívás. Jogosítvány megszerzéséhez szükséges közúti elsősegély vizsgát tart a Vöröskereszt március 3-án pénteken Szentendrén. Múzeumkorzó. Barcsai Jenő nyomába eredtek az érdeklődők múlt szombaton. Magyarország egyetlen apa-lánya DJ párosa, Sterbinski Károly és lánya Minea is csatlakozott a Megéri, Megérte elnevezésű kampányhoz, melyet a Szentendrei Rendőrkapitányság hirdetett meg. A kezdeményezés célja felhívni a figyelmet arra, hogy ittas, bódult állapotban ne üljünk falán mögé. DJ Sterbinski és Minea örömmel mondtak igent a felkérésre, hogy népszerűsítsék a kampányt, mely a megelőzés mellett arra szólít fel, hogy kizárólag teljesen józan állapotban vezessünk autót. De egy-két kampányra én is elkísértem még apát, csak akkor még nagyon pici voltam, és azt se tudtam, hogy mi a helyzet, és próbáltam felzárkózni. Úgyhogy most meg tök jó, hogy itt lehetek, és én is oszlopos tagja lehetek a csapatnak. Nem esett messze az almafájától. Nagyon érdekes dolog ez egyébként, mert sosem terveztem azt, hogy majd a nyomdokaimba lép, vagy együtt fogunk diszkózni, DJ-zni, és hát valójában egy olyan dolog jött létre, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, az egyik legjobb dolog, ami történhetett velem az életben, hogy gyakorlatilag a kisnagylányommal együtt, mondjuk úgy dolgozom, együtt gyártjuk a zenéket, a remixeket, együtt vezényeljük le a bulikat. Azért ez egy szuper dolog, és most itt vagyunk egy kampány részeként ketten, ami gyakorlatilag a gyümölcs, az egyik gyümölcs annak, hogy szóismétléssel élve együtt dolgozunk, tevékenykedünk. Meg annak, hogy az apa ilyen vonalat ad át a lányának, hogy ezek az értékek, amiket képviselni kell. Hogy ittasan nem vezetek, nem fogyasztok drogot, és az a józan életet képviselem, hiába az éjszakában dolgoznak, ettől függetlenül még ezt az üzenetet küldik a fiatalok felé. Szerintem tudni kell szórakozni mindenféle szerek nélkül, sőt kell is szórakozni mindenféle szerek nélkül, akár alkohol, akár az olyan dolgok, amihez szerintem tiltani kéne a gyerekeket és a fiatalabb generációt, és jobban figyelni akár otthon szülők felül a gyerekekre, amikor elmennek bulizni, és kicsit, hogy korlátozni őket, és jobban fogni őket, mert nagyon elmentek rossz irányba, és szerintem ez az éjszakai élet és a szórakoztatóipar nagyon-nagyon rossz irányba tart, és tényleg ezt valahogy, ha nem most, akkor mikor állítjuk meg, és ilyen az ittas vezetés, hogyha iszol, akkor nem ülsz a vonal mögé, hanem elhívsz egy taxit, vagy elmegy a barátod, apa, anya, valaki. A DJ tapasztalatai szerint az idő múlásával, a szórakozó helyek számának növekedésével arányosan bővült azon lehetőségek tárháza, melyeknek köszönhetően kiküszöbölhető az ittas, illetve bódult állapotban történő vezetés. Azt gondolom, hogy a múlthoz képest a jelenlegi szórakozás tekintetében a lehetőségek tárháza a hazajutással kapcsolatban és a szeszes ital fogyasztással kapcsolatosan, aha, ne ülj a volán mögé és ne vezess ittas állapotban tekintetében megnyílt. Tehát rengeteg olyan lehetőség van, hogy például a kokáról elmegy baráti társaság, az egyik legegyszerűbb lehetőség, az egyik ők nem iszik, és ő fog hazavezetni, legegyszerűbb pipa. Sofőrszolgálat. Pipa. Ez nagy divat, ugye, hogy megnyíltak az online felületek, tényleg a tárház bővül, most már van sofőrszolgálat, odajön, hazavezeti a kocsidat, beülsz, vagy taxit hívsz, és akkor a taxi visz haza. Tényleg tömegközlekedés, akkor erről már nem is beszélve. Sterbinski Károly felhívta a figyelmet arra is, hogy alkohol hatására a reflexek tompulnak, a reakcióidő többszörösére nő. Az ittas vezetés elleni kampány nem új keletű hazánkban. Akkoriban is voltak hasonló balesetek, amelyek sajnos az ittas vezetésnek volt köszönhető, de nem csak vezetéssel járó balesetet lehet szenvedni ittasan, számtalan más balesetet is. És Isten igazából volt egy ilyen elhíresült kifejezés erre a diszkóbalesetek. Én amikor ezt meghallottam, a akkori sajtóban, televízióban, annyira kiütésem lett tőle. Mert ez nem így van, tehát nem függ össze a diszkó, a klub, a fesztivál, a szórakoztatóipar azzal, hogy balesetet szenvedjen valaki. Igen, valószínű hatványozottan nagyobb ez esély arra, hogy mondjuk ittasan ül valám mögé, de számtalan olyan példát tudunk felsorolni a múltból, meg a történelemből, hogy ez nem mindig így van. Szóval annak idején
is voltak ilyen balesetek, tény és való, hogy annak idején nem szórakozott ennyi ember. Sokkal kevesebben szórakoztunk, sokkal kevesebb szórakozóhely volt, nem volt ez a dömpingszerű, futószalagszerű, nőnek ki az egyik pillanatban még étterem, a következő pillanatban már szórakozóhely, vagy nőnek ki, mint a gompák, az új klubok, szórakozóhelyek, fesztiválok, városi rendezvények, falunapok. Nagyon fontos, hogy a szülők is megfelelően felhívják gyermekeik figyelmét a biztonságos kikapcsolódás szabályaira. Minao megosztotta stábunkkal, hogy mit gondol a fiatalabb generáció szórakozási szokásairól. Én inkább azt látom, hogy nem foglalkoznak se mással, se az ő életükkel, csak mennek, csinálják, mert ez most pont jó, most jól érzik magukat, és az a baj, hogy a tiltott szerekhez is könnyebben hozzájutnak, mert olyan hálózatok, meg social media, meg ilyen barát, olyan barát, és az olyan rossz látni, hogy amikor egy kislány a szórakozó helyen teljesen kifordul magából, és én legszívesebben rászólnék, de hát nem tehetem, pedig oda mennék és megkopintanám a fejét, hogy haló, ez így nem jó, de hát egyszer csak rájönnek, hogy ez így nem állja meg a helyét. Nem. A DJ szerint fontos, hogy célba érjenek a figyelemfelhívó, illetve oktató filmek. Onnantól kezdve, hogy beülsz a volán mögé, de sok minden más olyan tevékenység van, amire ezt rá lehet húzni, vagy mondani, felelősséggel tartozol az embertársaid, arra való tekintettel úgy kell élned, hogy ne okozz kárt elsősorban másban, másodsorban magadban, harmadsorban ott van a családod. És hogyha még gyerekeid is vannak, akkor meg dupla dráma. Apa és lánya szerint az is lényeges, hogy mindenki figyeljen a társaira. Senkit ne hagyjanak magára, akinél azt tapasztalják, hogy nincs teljesen beszámítható állapotban. Jogosítvány megszerzéséhez szükséges közúti elsősegélyvizsgát tart a Vöröskereszt március 3-án, pénteken Szentendrén, a Dunakorzó 25 szám alatt, a Fehérház második emeletén. Jelentkezni Paulus Zsuzsa területi munkatársnál lehet. Bővebb információ kérhető a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikén, illetve a Vöröskereszt Pilisvörösvár Szentendre Facebook oldalán. Barcsai Jenő nyomába eredtek az érdeklődők a szombati Múzeum Korzó soron következő alkalmán. A résztvevők megismerték a művész számára ihletet adó városunk szűk utcáit, hangulatos épületeit, miközben bebarangolták Szentendrét. A Ferenci Múzeumi Centrum nagy sikerű programsorozata idén is folytatódik. A szakemberek által vezetett sétákon az érdeklődők mélyebben is megismerhetik a város művészeti, helytörténeti és régészeti kincseit. A hat tematikus program utolsó előtti alkalmán Barcsai Jenő Szentendréjét fedezték fel a résztvevők. A Múzeum Korzó ősz végén indult programsorozatunk, már korábbi múzeumi intézményből kiemelt városi tematikus sétákat is bevontunk ebbe a programba, de újak is előkerültek a tarsolyból, mint például Barcsai Jenő nyomában tematikus sétánk. Van régészeti sétánk, ami a Kastrum területén kalauzolja a látogatókat Rajna András régészünk által, illetve vannak családi sétáink is, György Gabriella és Sütő Tünde kolléganőm vezetésével, ami egy múzeumpedagógiai családi foglalkozás, Szabó Noémi kolléganőm, Szabó Noémi művészettörténész vezeti a Vajda Lajos nyomában című sétát, és Muladi Brigitta pedig úgy általánosságban a szentendrei motívumok megjelenését vizslatja a szentendrei festészeten belül. A sétákon 1000 forintért lehet részt venni, a jegyeket a Ferenci Múzeumban és online is meg lehet váltani. Nagyon nagy az érdeklődés ezekre a programokra, ugye főleg azért találtuk ki ezt a programsorozatot, mert számos kiállítóterünk most zárva tart a téli időszakban, de hogy addig is lehessen különböző programokat, illetve látogatókat ide csalogatni Szentendrére, így találtuk ki ezt a programsorozatot. És igazából ajánlanám kicsiknek, nagyoknak, fiatalok is részt szoktak venni, idősebbek is részt szoktak venni ezeken a programokon, és nagyon élvezik, és pont azért, mert ilyen népszerű ez a program, ezért ezt folytatni fogjuk tavasszal, nyáron is, de újabb tematikus sétákkal bővítve a csokrot. Barcsai Jenő Szentendre ikonikus alakja,
Művészete szervesen kötődik városunkhoz. Iberhard Zsuzsa igyekezett minél közelebb hozni, jobban megismertetni a látogatókkal a festő munkásságát. A Balcsai Jenő nyomában című sétát először a Ferenci Múzeumban kezdtük. Az itt látható gyönyörű festménnyel kezdjük a tematikus programot. Egy kicsit beszélgetünk Balcsai Jenő művészetéről úgy általánosságban, és utána elindulunk a városban. Leginkább a mozaikjainak a felkutatása lesz itt a cél. Ugye 2015 óta zárva van a Balcsai Múzeum, de ezáltal a program által oda betekintést nyer a közönség. Megnézzünk két oda beépített balcsai mozaikot, majd Szentendre kis Zegzugos utcáin folytatjuk a sétánkat, ahol feltárjuk Balcsai Jenő Szentendréhez kötődő motívum keresését és festészetét, majd megnézzük a Balcsai Jenő téren az őt ábrázoló szobrot, és végül a sétánkat a Pest megyei könyvtárban a nagy mozaikja előtt végezzük. A Hamvas Béla Pest megyei könyvtár főbejáratán belépve a szemközti falon Balcsai Jenő munkásságának egyik főműve a 3x11 méteres mozaik tárul elénk. A festő említett alkotói fázisára is kitért a művészet történész. Az ő munkásságában ezek a mozaikok tulajdonképpen egyfajta összegzést jelentenek, figurális kompozícióinak az összegzését jelenti. Nagyon fontos volt számára nem csak a kisebb fajta olajképek vagy grafikáknak az alkotása, de ezek a murális, nagy volumenű, monumentális művészeti alkotások is. Most szombaton 14 órától Rajna András, az FMC osztályvezető régésze fogja elkalauzolni a résztvevőket. A következő séta a Kastrum séta lesz, ez egy régészeti séta, majd a tavasz folyamán további sétákkal is készülünk, ezeknek időpontjairól a közösségi médiában, illetve a honlapunkon tudnak majd tájékozódni. A múzeum korzón túl számos más programot is kínál a Ferenci Múzeumi Centrum. Az aktuális rendezvényeket megtalálják az FMC webes és közösségi oldalain. Jeges Maci barátai címmel zenés bábjátékot adott elő az Amethyst Bábszínház a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban szombaton. A darab rendezőjének tapasztalatai szerint a látványos bábokkal előadott vidám műsor nagy népszerűségnek örvend a gyermekek körében. Az Amethyst Bábszínház utazó társulat, melynek tagjai a műsorok összeállításánál elsősorban azt tartják szem előtt, hogy előadásaikat élvezzék a kicsik. Niklesz Ildikó röviden összefoglalta, milyen történettel készültek a szentendrei alkalomra. Az előadás története két kis pingvin, ilyen földkörüli útra indul, és ott találkozik mindenféle állattal, és akkor barátság szövődik belőle. Milyen állatok szerepelnek, illetve hányan adják elő? A társulat az háromfős, hárman játsszuk az előadásokat, mindenki több figurát is mozgat, meg hangilag játszik, és a bábok pedig, itt például látható egy nagy jegesmedve, neki van egy kisfia, a kis jegesmaci, három pingvin, van egy pingvinovó néni, két kicsi pingvin, akkor van benne egy rozmár, egy bálna, meg egy tevetivi. A rendezőtől megtudtuk, hogy az országhatáron túli magyarok által lakott területeken is bemutatták darabjaikat. Hát mi most járjuk az országot, mindenfele játszunk, Alföldön, Dunántúlon, mindenütt Budapesten, különben mi budapesti társulat vagyunk. Előző években, még a pandémia előtt külföldön is jártunk, Németországba, Ausztriába, Angliába. Repertoáron szerepel Bálint Ágnesnek a Mazsola és Tádé című előadása, akkor játszunk még Rut kiskacsát, Hamupipőkét, Mikulás előadásunk van, és még egy kék kutya történetünk. Én vagyok az alapítója a társulatnak. Én már 1981 óta a szakmában vagyok. Annó a Pécsi Bobita Bábszínháznál kezdtem, majd az Állami Bábszínháznál dolgoztam, majd 2010-ben pedig az Amethyst Bábszínházat hoztam létre. Társulat tagjai, hivatásos színészek, bábszínészek. Sajnos mindenkinek megélhetési gondjai vannak, mint az országban nagyon sok embernek, ezért máshol is játszanak, nem csak. Tehát nem egy egységes csapat, olyan szempontból, hogy államilag nem vagyunk támogatva, tehát mi ebből élünk.
Egy-egy báb elkészítésének időtartamához és módjához nagy mértékben hozzájárulnak a körülmények, fejtette ki a rendező. Annak idején még a Állami Bábszínháznak a stúdiójába készült báb, készítő stúdiójába készült, ahol szintén hivatásos szakemberek készítették el a figurákat. Ez hát mindig időfüggvénye, nyilvánvaló fél év, egy év, attól függ, hogy nekik ott milyen kötöttségük van. A társulat a műsorait az óvodás és kisiskolás korosztálynak, valamint kisgyermekes családoknak ajánlja. Repertoárjukban állat és tündérmesék, hagyományos, klasszikus bábszínházi műsorok, valamint marionett játékok is szerepelnek. Mosina, figyeljetek! A sarkvidéki élet minden perce veszedelmeket tartogat a buta kis pingvinek számára. Jaj, de izgi! Mit mondtál? Semmit! No, azért. Tudjátok meg, hogy a rossz kis pingvinekért eljön a félelmetes jeges medve, és elviszi őket az északi sarkra. Nem is igaz. Már a papát meg a mamát is így jelzgették, amikor ők kicsik voltak. Ja? Ki szólt itt már megint közbe? Senki! Akkor jó. Végül a várható időjárásról. Pénteken többfelé párásan, ködösen indul a nap, majd megnövekszik a felhőzet, és északnyugat felől több tájegységünkön elszórtan kialakulhat időnként kisebb eső, egy-egy zápor. A nyugati-délnyugati szél több helyen élénk, néhol erős lehet. A hajnal enyhébb lesz, a délutáni csúcsértékek 6 és 14 fok között alakulnak, a legalacsonyabb értékeket északkeleten mérhetjük. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer, röviden. Sterbinszky Károly és lánya Minea is csatlakozott a Megéri, Megérte elnevezésű kampányhoz, melyet a Szentendrei Rendőrkapitányság hirdetett meg. Jogosítvány megszerzéséhez szükséges közúti elsősegély vizsgát tart a Vöröskereszt március 3-án pénteken Szentendrén, a Duna Korzó 25 szám alatt. Barcsai Jenő nyomába eredtek az érdeklődők a szombati Múzeum Korzó soron következő alkalmán. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, mert hamarosan kezdődik Korhatártalanul című magazinműsorunk, amelyben Szalai Kriszta lesz Endrei Judit vendége. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tv-szentendrén. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Kollégáim nevében is köszönöm szépen figyelmüket, viszontlátásra!